Egyébként hoztam. De nézd ki, hogy hol van háború, de elmondom a legnagyobbat. Ez mi az? A legnagyobb az, hogy volt egy időszak a 80-as években, amikor egy megmutattad nekem? Igen, mindjárt megmutatom, csak először előmondom. Értem, a hát a 80-as években volt Kubába a Gala Ochenti Ocsin, nagyon sokat jártam külföldön, és megnyertem, és egy német menedzser azt mondta, akarok-e vele dolgozni, mondtam, természetesen. Ő azt mondja, Dél-Amerikában jár ilyen nagy pénzdíjas versenyeken, ugye ilyen énekes versenyeken. Mindjárt le fog járni az időm, tehát a... Jó, a lényeg az, hogy egyik hely, Chile, Viña del Mar, Chile déli része, akkor mindig egy időben van a brazil karnevállal, ez a keleti part, a Rio, és a nyugati parton pedig a Viña del Mar tart népi táncokat, meg fesztiválokat. Na, ezen a fesztiválon én fölléptem, ott voltam a német színekben, és a végén hát ott voltak ilyen helyi szigetekről táncosok, és én megismerkedtem egy húsvét szigeteki lányjal, és akkor azt mondta, hogy megnyertük a második díjat, és hogy repüljünk oda a kis szigetükre, oda repültünk. El van időm elmondani? Egy mondatod van, és utána kell zárnom. Oda repültünk, a papa várt ilyen szalmakunyhó, tánc volt, ott voltunk két napig, és a papa utolsó napi tűznél a nyakamba akasztotta ezt. A lényeg az, hogy később kiderült, hogy eljegyeztem a lányt, és a chilei nagykövetség, igen. És a chilei nagykövetség kérte, hogy haza kéne hozatni Johnny, a feleségemet. Johnny, visszavárunk téged legközelebb újabb sztorikkal. Így van. Mivel sokáig érzem, hogy nem lesz elég. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönjük.